Harmadik alkalommal szervezte meg a hűségtúrát a Klapka György Lovas Polgárőr és Hagyományőrző Egyesület. A háromnapos program Szombathelyen kezdődött, ahol gyerekek számára tartottak lovas ügyességi versenyt. Ezt követően az egyesület tagjai nardát, felsőcsatárt, vaskeresztest, horvátlövőt és pornóapátit érintve lovastúrára indultak a hűség falvaiba. A központi ünnepséget ezúttal felsőcsatáron tartották, a színes, szórakoztató műsor sok nézőt vonzott. Ezekből a falvakból, amiket érint, azokból a szintén jönnek különböző civil szervezetek, egyesületek, énekkarok, táncsoportok, és ővelük az ismerősök jönnek, meg egyébként is másonnan is. Már a lovasság szempontjából is a ló szerető emberek is jönnek, meg a további érdeklődők is szoktak jönni, és elég sokan. A hűségtúrát érintő valamennyi településen tartottak ünnepséget a trianoni, illetve világháborús emlékműveknél. A helyi lakosok előjárók mellett a kormány képviseletében Hende Csaba honvédelmi miniszter országgyűlési képviselő helyezte el a megemlékezés koszorúit, virágait. Tiszteletünket tesszük sorba azokon a településeken, amelyek az igazságtalan trianoni békediktátumot követően Ausztriához csatoltattak, és amely falvak népe 1920-ban, 21-ben követelte azt, hogy visszatérhessen Magyarországhoz. Hende Csaba határozott ígéretet tett arra valamennyi érintett településen, hogy hamarosan törvényjavaslatot nyújt be az országgyűlésben arról, hogy a magyar parlament hivatalosan is adományozza ezeknek a településeknek a hűségfalvai elnevezést.